A rendes tanácsülésen bemutatták azt a pályázati dokumentációt, amely által hatékonyabb lehetne a távfőrendszer. Állásbőrzét tartottak a Fogarasi Mihály Műszaki Líceum famedmunkáló és autószerelő osztályok végzőseinek az Iskola és az Arbor Vállalkozók Szövetségének szervezésében. Két pályázatot is nyert a Salvator Alapítvány, ezek keretében összesen 21 gyermeket fejlesztenek lovaterápiával. Köszöntöm nézőinket, friss hírekkel a héten utoljára, jó estét kívánok! Tegnap délután tartotta a Gyergyószentmiklósi képviselőtestület havi rendes ülését, melyen a döntéseket hamar meghozták, ellenben több olyan napirend előtti és utáni pont volt, melyek miatt hosszúra nyúlt a tanácskozás. Többek között bemutattak egy pályázati dokumentációt, amelyet, ha megvalósítanának, hatékonyabb és költségkímélőbb lehetne a távhőrendszer működtetése. A tanácsülés elején röviden bemutatták a hallgatói ösztöndíj keretében támogatást nyert diákok a dolgozatukat. Bajko Erika az online marketing kommunikáció előnyeire világított rá, Madaras Kinga a környékbeli forrásvizek radon és rádium koncentrációját vizsgálta, megállapítva, hogy ezek mindegyike iható. Réti Zsolt pedig a síturizmus programcsomagokkal való kombinálására helyezte a hangsúlyt. A testület elfogadta a második negyedévi költségvetés végrehajtását, a közel 21 millió lejes jövedelemből 607 ezer lejt költöttek fejlesztésre. Az augusztus 9 és 12-e között rendezendő 11. székelyföldi kerékpár körversenyt 10 ezer lejjel támogatják. A különfélék sorában szóltak arról, hogy igyekeznek mindent megtenni, hogy a helyi pénzügyi hivatalt ne számolják fel, mert akkor maros hévízre kell járjanak az itt élők. A környékbeli települések polgármesterei közös beadvánnyal fordultak a különböző hivatalos szervekhez, jelezve nem értenek egyet ezzel az elképzeléssel. Tatár előtt közölte, a Halászok utca járhatatlan, és kérte, átmeneti megoldásként vigyenek újabb töltést ide. Terbe Zoltán, Kiskunmajsa egykori polgármestere, energetikai szakember bemutatta azt a pályázati dokumentációt, melyet december 31-ig lehet benyújtani a nagy infrastruktúrális beruházási program kiírására. Az elképzelések szerint, ha nyertes lenne a pályázat, 2%-os önrészsel tovább bővítenik a távhőhálózatot, felújítanák a 2004 óta igencsak elhasználódott dánkazánt, és kialakítanának egy olyan rendszert, amely hőt és villamos energiát is termelne, így ezt is tudnák értékesíteni. Szárító berendezés segítségével csökkentenék a faapríték nedvesség tartalmát, ami szintén költségkímélő lenne, mert itt hatalmas a veszteség. Beszámolót tartott a helyi rendőrség, a Városi Sportklub és a Hargita Gyergyó Sportközpont vezetősége, akiknek feltehették a kérdéseiket a képviselők. Siklódi Piroska, a VSK menedzsere elmondta, ő már több kérést is letett, jelezve, hogy személyzet bővítésre van szükség a műjég és a labdarúgó pályán is, de ezekre nem kapott választ, és ez elengedhetetlen a zavartalan működéshez. Közölte, hogy tavaly több mint 200 ezer lej jövedelmük volt, idén is pedig már meghaladja a 70 ezer lejt a bevételük. Vadász Szatmári István kifogásolta, hogy nem kapták meg időben a beszámolót, és az csak a jégkorongról és a labdarúgásról szól, miközben szerinte az egész városi sportéletet kellene összefogja a Városi Sportklub. Az igazgatónő szerint a tömegsporthoz jelentősen hozzájárulnak a szabadkócsolyázással és a futási lehetőség biztosításával. Kérték, hogy augusztus 3-ára készítsen a menedzseri tervvel párhuzamba állított beszámolót, hogy mit sikerült és mit nem megvalósítani, és annak mi az oka. A Hargita Gyergyó Sportközpont vezetője elmondta, hogy ők idén januárban jelezték, hogy új vezetőségi tagot kellene kinevezni, mivel Berecki Szilárd lemondott, majd áprilisban kérték, hogy módosítsák az alapszabályzatot, mert így nem tudnak tevékenységet folytatni, de semmi nem történt. Elhangzott, hogy ezekben a kérdésekben meg kell hozzák a döntéseket, és ezek függvényében a menedzser munkaszerződésén is változtatni kell. A Gyergyói Közösségi és Szociális Erőforrás Központ ösztöndíjas nyári szakmai gyakorlati programokat hirdet gyergyószéki egyetemi hallgatóknak, függetlenül attól, hogy mely városban tanulnak. Az idei kiírásban marketing, kommunikáció, közkapcsolatok és újságírás szakos hallgatókat várnak,
de ezekhez közelálló szakok diákjai is jelentkezhetnek. Összesen 3 személynek biztosítanak ösztöndíjat. Pályázati feltételek között szerepel, hogy a jelentkező egyetemi hallgatói jogviszonya kell, hogy legyen valamelyik romániai egyetemen, gyergyószéki lakhellyel kell rendelkezzen, elkötelezettsége kell legyen szakmai fejlődés iránt. Jelentkezési határidő július 23-a vasárnap. Az interjú várható időpontja július 24 és 26-a között lesz. A szakmai gyakorlat megkezdésének legkorábbi időpontja július 31-e. Bővebb tájékoztatót a kapcsolattartó dr. Dániel Botont, az Erőforrás Központ vezetőjétől lehet kérni a képernyőn látható telefonszámon. Állásbőrzét tartottak a Fogarasi Mihály Műszaki Liceum famegmunkáló és autószerelő osztályok végzőseinek pénteken a tanintézmény dísztermében. Az esemény része volt az iskola 4 intézményével kötött partnerszerződésnek. Amolyan állást kínál keres rendezvényt tartottak július 21-én a Fogarasi Mihály Műszaki Liceumban. A végzős famegmunkáló és autószerelő szakosztályosokat célozta meg ezzel az iskola vezetősége. Részeg Ildikó, a tanintézmény igazgatónője elmondta, hogy egy évvel ezelőtt partnerségi szerződést kötöttek a Hargita megyei tanfelügyelőséggel, Hargita megye tanácsával, a helyi önkormányzattal és az Arbor Vállalkozók Szövetségével, melynek értelmében minden intézmény vállalást tett annak érdekében, hogy a tanulók megfelelő körülmények között elsajátíthassák a szakmát. Az igazgatónő elmondta, hogy az iskola az elméleti és gyakorlati oktatást vállalta, a megyei önkormányzat 30 ezer, a helyi önkormányzat pedig 35 ezer lejjel támogatta a műhely megépítését, ahol a diákok gyakorlatozhattak. Az Arbor Vállalkozók Szövetsége azt vállalta, hogy a cégek bevonásával munkát adnak a végzősöknek. Az állásajánlatok pillanata jött most el, az eseményen jelen voltak az Arbor tagjai, akik elsősorban megszívlelendő tanácsokkal látták el a fiatalokat. Azt mondták, hogy nem azt kérik a végzősöktől, hogy ne menjenek külföldre, hanem azt kérik, hogy úgy menjenek el, hogy itthon némi szakmai tapasztalatot már szereztek. Nem biztos, hogy szerencsés az, hogy most egy olyan fölhívást legyen akár az Arbor Szövetség, hogy fiatalok, ne menjenek el külföldre. De azt mindenképpen javasoljuk, ismerve a kinti körülményeket, hogy egy évet, másfél évet ebben a szakmában, akár üzemi körülmények között helyezkedjenek el, és utána menjenek el, már van egy komoly tapasztalatuk, már egy bért kint másképp tudnak kitárgyalni, és nem 1200 eurós munkáért fognak önöknek, vagy pénzt fognak önöknek fizetni. A legfontosabb dolog, amire szükségetek van most, az nem a pénz, hanem a tapasztalat. Amit Levente is mondott, idegen nyelv és a szakmai tapasztalat. A jelenlévő vállalkozók az útra való mellett konkrét állásajánlatokkal is jöttek. Azért vagyok ma itt, hogy esetleg, hogyha valakinek ebbe a szakmába van kedve dolgozni, akkor szívesen állok a rendelkezésetekre, segítek információval, cégünknél szükség van autószerelőkre, kamionszerelőkre és kamionsofőrökre. Elhangzott még, hogy ajtóablak gyártásra szakosodott cég is keres munkatársakat, valamint a faiparban az asztalostól kezdve a faszerkezetek összeszereléséhez értő szakembereket is alkalmaznának. Az eseményen a diákok kérdéseiket is feltehették a jelenlévő vállalkozóknak, akik elmondták azt is, hogy miért tartják fontosnak, hogy fiatalokat vegyenek fel a cégükhöz. Vállalkozásoknak magától értetődően nagyon fontos az, hogy fiatal, friss munkaerőt hozzanak be. Egy vérátömlesztés, vagy vérrel való javításnak is akár ezt nevezhetnénk, ha bár szakmailag ez a mondat nem igazán ideillik, de mindenképpen az utánpótláson normális, hogy az itthon lévő gazdasági egységeknek is gondoskodni kell. És beszéltünk valamennyit a bérekről is. A bérek fölfele ívelő pályán vannak, igaz, hogy beszélünk 300 euróról is, de beszélünk 1000 eurós fizetésekről is. Igaz, hogy a kettő között lévő út a maga módján nagyon komoly szakmai hozzáállást és teljesítést igénye, de ettől nyugat sem külön. Egy sor pozitívum is elhangzott az eseményen, többek között az, hogy egy évvel korábban is szerveztek ilyen típusú bőrzét, melynek sikeressége abban mutatkozik, hogy az akkor résztvevő cég 2 végzős diákot alkalmazott, és azóta is a vállalatnál dolgoznak a fiatalok.
Ugyanakkor az iskola igazgatónője elmondta, hogy a jelenlévő két évfolyam, a fa megmunkáló és az autószerelő szakasz első, ahol a számukra kidolgozott tanterv alapján tanulhattak a diákok. Többen vannak a végzős diákok közül olyanok, akik már visszairatkoztak az estibe, van olyan, aki nappali tagozaton szeretne tovább tanulni, és van olyan tanuló is, akit az a cég alkalmazna, ahol a diák tanulmányai idején gyakorlatozott. A lovasterápia a ló által kísért, támogatott, gyógyítófejlesztő eljárás, melyet a Gyergyószent Miklósi Salvator Alapítvány már harmadik éve alkalmaz. A különböző fejlődési rendellenességekkel, elakadásokkal élő gyerekek esetében. Idén két pályázatot is nyertek, melyek keretében jelenleg 21 gyermeket fejlesztenek lovasterápia segítségével. A lovasterápia a ló, a lovaglás hatásait használja fel a terápia, a fejlesztés, a nevelés és a rehabilitáció szinterein, képzett lovasterapeuta szakember vezetésével. Ezeket az előnyöket és lehetőségeket használja ki a Salvator Alapítvány. Nagyon sok gyerek jár hozzánk lovagolni, hál' Istennek két pályázati programmal is büszkélkedhetünk. A MOL gyermekgyógyító keretében 16 gyerek jár hozzánk, illetve a JAMPOST Egyesület által támogatott pályázat keretében 5 gyerek jár lovagolni. Mindkét pályázati program javában áll, szinte napi rendszerességgel, de legalább hetente kétszer találkozunk a gyermekgyógyító programban résztvevőkkel, illetve a JAMPOST alapítvány által, vagy egyesület által támogatott gyerekek heti 3-4 alkalommal is járnak, kinek hogy engedi a vakációja. A terápiás tevékenységek fizikai hatásai a mozgásérzékelés, az egyensúly, vérkeringés javulása, a görcsös izomzat fellazítása. Ezekkel egy időben a figyelem és a gondolkodás is javulni kezd, fejlődik az önbizalom, javul az önfegyelem és a kommunikáció is. A Salvator Alapítvány által működtetett lovaspályán minden gyermek esetében egyénre szabott fejlesztés történik. A gyermekgyógyító programunk fogyatékossággal, krónikus betegséggel élőknek szól. Ők önmagukhoz képest kell fejlődjenek. Ezt a fejlesztési utat kívánják a lovacskák is segíteni, megdöbbentő nagy eredménnyel. Persze nem csillagászati eredménnyel, hanem önmagukhoz képest nagy eredménnyel. És a JAMPOST Egyesületben JAMPOST Egyesület által támogatott pályázati csomagban egészséges, kisebb-nagyobb elakadásokkal küzdő gyerekek, akiknek ez tulajdonképpen a tanulásukat vagy az iskolai életbe való beilleszkedésüket teszi nehézzé, ez az elakadás, nekik próbálunk segíteni. Van közöttük érzelmi zavarokkal élő, illetve van tanulási zavarokkal diagnosztizált, és mozgás problémákkal, gerinc problémákkal küzdködő gyerek is. Ebben az évben a MOL Románia és a Közösségért Alapítvány gyermekgyógyító programja támogatásával 15 térségbeli fogyatékossággal, illetve krónikus betegséggel élő gyerek jár lovasterápiára Gyergyószent Miklóson. A JAMPOST Egyesület által meghirdetett pályázati keretben pedig a Patás Barát program nyert támogatást, így a tanulási nehézségekkel küzdők is lehetőséget kaptak lovasfejlesztésre. Az ilyen foglalkozásokat érdemes kihasználják az érintett szülők. Én azt látom, hogy a Gyergyói medencében a szülők elég nehezen nyitanak fejlesztési lehetőségekre. Inkább elzárkózás jellemzi őket, mint a lehetőségekkel való élés. És hát én bátorítani szeretném a jövőre, látogassanak ki, kérdezzenek szülőket, nem csak a lovasterápiával, hanem mindenféle terápiás segítséggel kapcsolatosan. Én megdöbbentem, hogy milyen sok gyerek van itt a környékünkön, akit akár még senki nem fejlesztett, vagy nem fejleszt, és akinek nagyon-nagyon nagy segítsége lenne mindenféle fejlesztésre, mindenféle segítségre. Minden résztvevő gyermek önmagához képest valamilyen szinten fejlődik a foglalkozások során, és maradandó élményt is nyújt számukra a lovaglás.
A hétvégén több búcsús szentmise is lesz vidékünkön. Szombaton 11 órától Kijén falvára várják a híveket a Mária Magdolna búcsúra. Szintén holnap 12 órától a Szent Anna kápolnánál lesz búcsú. A keresztalja 9 órakor indul a Szent Miklós templomtól. Vasárnap 13 órakor kezdődik a búcsús szentmise a gyilkostói Szent Kristóf kápolnánál. Erre autóbusz indul a kultúrház elől 11 órakor. A szentmisét követően színes program várja az üdülőtelepre látogatókat. A 180 éve keletkezett gyilkostó megünneplésére újra színpadra viszik a 2009-ben már bemutatott gyilkostó legendáját. A népzenei és néptánci előadást felújított formában a Hóvirág táncegyüttes mutatja be este 9 órától Iváccson László rendezésében. A 8 évvel ezelőtti szabadtéri táncszínházi előadáshoz képest a szimfonikus zene helyett gyergyói népzenét hallhat majd a közönség. Az 1837 nyarán alakult tó megünneplésére kerekasztal beszélgetést, előadásokat tartanak 15 órától kezdődően. Közben bemutatják a gyilkostóról szóló kiadványokat, a sokadalom táncházzal zárul a tó partján lévő vendéglőben. A részletes program a www.gmk.ro honlapon található. Megjelent az a törvény, amelynek értelmében állami visszanemtérítendő támogatásban részesülnek azok a munkáltatók, amelyek inas vagy gyakornoki szerződést kötnek. A törvény alkalmazási normáira legalább 30 napot kell várni azt követően, hogy a jogszabály megjelent Románia hivatalos közlönyében. Megjelent az a törvény, amelynek értelmében állami visszanemtérítendő támogatásban részesülnek azok a munkáltatók, akik inas vagy gyakornoki szerződést kötnek. A szerződés teljes időtartama alatt havi 250 eurónak megfelelő támogatásban részesül az a vállalkozó, aki inast, és havi 300 eurónak megfelelő támogatásban részesül az, aki gyakornokot alkalmaz. A 164/2017-es törvény értelmében megváltozik a 72/2005-ös törvény által nyújtott támogatás. Az érdekelt munkáltatók igényelhetnek minden alkalmazott inasért 1125 lejt per hónap, 1-2 vagy 3 évig a képzettségi szint függvényében. Szintén megváltozik a pénzügyi ösztönző támogatás a 335/2013-as törvény értelmében is. Azok a cégek, amelyek felsőfokú végzettséggel rendelkező gyakornokokat alkalmaznak, 6 hónapig részesülhetnek havi 1350 lejértékű támogatásban. A múlt években volt ilyen cég, alkalmaztak gyakornokokat, viszont most az új törvény értelmében sokkal nagyobb a motiváció erre, mivel 750 lejről 1350 lejre nőtt ez a támogatás. A törvény alkalmazási normáira legalább 30 napot kell várni azt követően, hogy a jogszabály megjelent Románia hivatalos közlönyében. Tegnapi ülésén a kormány a közszféra alkalmazottai számára egy határozattal szabadnappá nyilvánította augusztus 14-ét, hétfőt. Ezzel egy újabb hosszú hétvége elé néznek a közalkalmazottak, mivel augusztus 15-e hivatalos munkaszüneti nap. A kormány közleménye szerint a szabadnapot augusztus 19-én kell bepótolni rendes munkaprogrammal, vagy a munkaidő meghosszabbításával legkésőbb augusztus 25-éig. Ezek voltak híreink, köszönöm figyelmüket, kellemes hétvégét, a viszontlátásra!